16. alkalommal rendezték meg az Arany János napokat Szilágy Nagyfaluban. A háromnapos esemény sorozat keretében különböző vetélkedőkön vehettek részt a település tanulói. A rendezvény koszorúzással és főhajtással zárult Arany János szobránál. Egykoron Szilágy Nagyfaluban élt az Arany család, vallják a helybéliek. 16 éve Lukács József akkori helyi esperes lelkipásztor kezdeményezésére megszületett az Arany János napok és a szoborállítás terve és gondolata. Azóta minden évben a helyi református egyház a Szilágy Nagyfalui Petri Mór szakiskolával közösen megszervezi az Arany János napokat. Már 16 éve született meg az a gondolat, hogy Arany János és az Arany család ősi fészkében itt Szilágy Nagyfaluban hadd emeljenek egy szobrot a költő emlékére, tiszteletére, és hadd szervezzenek olyan kulturális eseményeket, rendezvényeket, amelyek akár a gyermekeket, fiatalokat és a felnőtteket is egy olyan közösségé kovácsolják, ahol az anyanyelvünket, a kultúránkat tudjuk ápolni, értékelni, becsülni és továbbadni az utókor számára. A háromnapos eseménysorozat keretében Arany János nyelvművelő vetélkedőt, Toldi Miklós ügyességi versenyt és versmondó versenyt tartottak. Péntek délelőtt a helyi iskolások főhajtással fejezték ki tiszteletüket a költő szobránál, majd szombat délután kulturális műsorral várták a helybélieket. A gyermekek előadásokban, néptáncban, népdalban, gyermekjátékokban mutatták meg tudásukat. Diákjaink nagyon lelkesen vesznek részt a sporttevékenységeken, a rajzversenyen, nyelvművelő vetélkedőn, szavaló versenyen, és segítenek a rajzkiállítás elkészítésében itt az iskolában. Nagyon fontos ez nekünk is, nekik is, és ezzel szeretnénk ápolni Arany János emlékét. A vasárnapi ünnepi istentiszteleten ígét hirdetett Sándor András esperes, majd Seres Dénes parlamenti képviselő kiemelte. Nagy fontossággal bírnak ezek a napok, mert a kultúra és a nyelv művelését szolgálják, a megmaradást. Az ige hirdetést követően Tóth Péter Lóránt, Kun Szent Miklósi tanár, Petőfi Sándor és Arany János barátságáról tartott előadást, ezt követően a helyi Arany János parkban megkoszorúzták a költő mellszobrát. Mint minden évben, ezúttal is rajzkiállítást szerveztek, amelyre több száz alkotás érkezett.